a lépések még nem mindig sikerülnek pontosan, és a koreográfia megtanulása is még odébb van. De hát mi mással, mint a csárdás alaplépéseinek elsajátításával nyílhatna meg a Várhaljai Tánctábor. Első alkalommal szervezték meg az egyhetes, népi kultúrát népszerűsítő és ismertető tábort, ahová elsősorban várhaljai kötődésű 3-12 év közötti gyerekeket hívtak a szervezők. Nem kapkodni kell, hanem ütögetni szépen a metrumot, hogy együtt maradjunk. Természetes módon a muzsika és a tánclépések mellé szervesen kapcsolódnak a népi mondókák és a ritmus gyakorlatok. A mai fiatal generáció tagjainak figyelmét nehéz lekötni mással, mint a technikai eszközök nyújtott a virtuális világban. Mégis úgy gondoltuk, van létjogosultsága egy néptánca és a hagyományőrzésre fókuszáló tábornak, mondta Klami Karanka néptáncoktató, aki az egyhetes rendezvény ötletgazdája. Hát főleg helyi gyerekekre terveztük ezt a programot. A gondolatisága az az volt a dolognak, hogy hát ha most is itt körülnézünk, akkor azt látjuk, hogy mihelyt leül a gyerek, előveszi a kütyüjét és nyomkodja. És hogy ez biztos, hogy így van-e? És akkor föltettem a kérdést egy ilyen közgyűlésen, hogy miért mással még csináljuk őket. Innen indult az ötlet, és hogy próbáljuk ki, hogy ugyanúgy tudnak-e közösséget alkotni azok által a népi játékok, meg népi mozgásformák által, amiken korosztályok nőttek föl és jó közösségek lettek, hogy akkor leteszi a telefont. És úgy tűnik, hogy ez bejön. Tehát, hogyha másra megkínálják őket, akkor rákap az ízére. Várhaján híres és jelentős tánccsoport működött már évtizedek óta. Viszont mára már nincsen helyi gyermeknéptánccsoport, és az idősek szeretnék továbbadni a helyi hagyományokat. Mindemellett az volt a célja a rendezvénynek, hogy teremtsen egy találkozási alkalmat a Várhajáról elszármazott ifjú generációnak. Hirtelen pár nap alatt csatlakoztak azok, akik elszármaztak Várhajáról, visszahozták az unokáikat, vagy itt lakik a nagymama, nagypapa, és akkor pont most üdültetik itt az unokáikat, és hozzák, hogy a gyökereiket tanulják vissza. Helyi táncokat tanítunk elsősorban, illetve néptánc elemeket. Tehát azokat az alapokat, amelyek elengedhetetlen ahhoz, hogyha egy táncházba betévednek, vagy ilyen alkalomhoz jutnak, akkor könnyen tudják megtanulni azokat a lépéseket, amelyek ezekre az alapokra épülnek. Ezek a lépések ismerősek Ján Benedeknek, aki komlón táncolt már 10 éve, és aki most nagymamájához érkezett Várhajára, ahol rengeteg élménnyel gazdagodott. Többféle táncokat, koreográfiát, meg ilyesmiket. Hát van többféle táncunk. Itt mostanában sárkezit csináltuk sokat. És mennyivel másabb itt táncolni? Hát itt másabb, mert hát más a környék, meg mások egy kicsit a táncok. És nehéz elsajátítani neked, vagy könnyen? Hát nekem könnyen, ezeket a táncokat kicsit könnyebb. És valami újdonság, amivel még itt találkoztál? Hát még nem volt, de lehet, hogy még lesz. És mit tetszett a legjobban idáig? Hát eddig, hát így a tánctábor a közössége, meg hogy hát, hogy egész nap így itt vagyunk, és jó. Itt a helyi tánctípusok az ugrós, illetve a csárdás lassan és frissen, tehát a lassú és friss csárdás, és az ezekhez kapcsolódó ritmus gyakorlatok kerülnek elő, amit ilyen ritmusbotokkal alapozunk meg, de minden lépés erre alapoz. Tehát ha megtanítunk egy lépést, akkor vagy a kétnegyedre, vagy a négynegyedre épülő lüktetést építi be a gyereknek a mozgásaiba, és ez érdekes módon összecseng a magyar beszéddel is, tehát hogy elő van a hangsúly, hogy rálépek, hogy dinamikusan indítom. Fontos, hogy már óvodáskorban megismerjék a népi kultúrát a gyerekek, fejtette ki a település polgármestere Szívert Éva.
A település a Magyar Falu program keretében nyert támogatást, aminek eredményeként a kulturális infrastruktúra is megújul majd a településen. Váraja községben mindig is híres és jelentős tánccsoport működött, ugye már évtizedek óta. Ez sajnos a mostani időkre már csak egy kis létszámú tánccsoport maradt meg. Az idősek azért szeretnék továbbvinni ezt a nagyon szép hagyományt. A gyerek tánccsoport a sajnos jelenleg nem működik, és azért is nagyon fontos dolog ez, hogy a kicsikék már akár az óvodáskortól kezdve megismerkedhessenek ezekkel a nagyon szép népi hagyományokkal, megismerkedhessenek a várajai táncoknak az alaplépéseivel. A Váraja község a Magyar Falu pályázati sorozat keretében Tolna megyében az egyik legmagasabb összeget, közel 22 millió forintot nyert. Ebből az összegből 15 millió forint ennek a művelődési háznak a felújítására fog menni. Ugye látszik, hogy igencsak ráfér a felújítás erre az intézményre. Évek óta vártuk a lehetőséget, hogy pályázni tudjunk, mert ugye a kis települések másképp nem tudják ezeket a problémáikat megoldani. Úgyhogy most kaptunk az alkalmon, beadtuk a pályázatot, 15 millió forintot ebből az épületnek a vizes blokkjainak a felújítására fordíthatunk. Közel 3 millió forintot kaptunk egy programszervezőnek a munkabért támogatására, programoknak a szervezésére, illetve eszközbeszerzésre. A programok keretében három programsorozatot terveztünk be ebbe a pályázatba, abból az egyik, ez a tánctábor, amit szerveztek nekünk, ez teljesen lefedi. Ebbe a programba a hagyományos várajai ételekből is sütemények, például pogácsa, a várajai likaskalácsnak a visszatanítása a fiatalabb nemzedéknek, táncház népi hangszereknek a bemutatása a gyermekek részére. Ez a pályázat ezt mind felöleli. A hét további részében ügyeskedő címmel kézműves foglalkozásokon is részt vehetnek a gyerekek. Többek között csúhébabát is készíthetnek. Zárásként a helyi népviselet darabjaival is ismerkednek, melyeket felölthetnek magukra, és egy fényképpel haza is vihetik.